Van egy olyan félelmem, hogyha rögtön azzal kezdem az adást, hogy elárulom, hogy ebben a műsorban a végrehajtási törvénnyel fogunk foglalkozni, akkor a nézőink jelentős része azonnal át fog kattintani egy másik videóba, és akkor én meg már hiába magyarázom, hogy ez a téma egyáltalán nem olyan száraz és unalmas, mint ahogy hangzik az, hogy végrehajtási jog. De addigra a drága közönségünk már messze jár, és legjobb esetben is csak annyi jár a fejében, hogy milyen furán nézett ma ki ez a Gulyás Marci. Ezért, mielőtt a tárgyra térnénk, jöjjön egy rövid kvízjáték. Feladványokat fogok mondani, így szól az első. Andrea és családjának lakhatása veszélyben van, bérleti szerződésük 2 hete lejárt, és hiába kerestek, nem találtak másik megfelelő lakást. A család mostani otthona azonban nem tart ki sokáig. Az ingatlan tulajdonosa kérelmet adott be a bíróságra, hogy Andreáékat tárgyalás nélkül heteken belül lakoltassák ki. Vajon mi történik ezután? A. Andreáékat heteken belül kilakoltatják. B. Nem történik még semmi, ennél jóval nehezebb kilakoltatni valakit Magyarországon, a hatósági eljárás megindítását mindenképpen tárgyalás fogja megelőzni. Majd a végén fogjuk elárulni a megfejtéseket. Második feladvány. A város másik pontján lakik Imre, aki azért került nehéz anyagi helyzetbe, mert elveszítette a rendszeres jövedelmét. Adósságait nem tudta törleszteni, ezért a lakását akarata ellenére elárverezték. Mivel az ingatlan jóval értékesebb, mint az adóssága volt, Imrének ezután visszajár a befolyó pénz legnagyobb része. Legalábbis visszajárna, ugyanis Imre hetek óta vár a pénzére, és hiába. A végrehajtó, amelyik eladta feje fölül a lakását, valamiért nem jelentkezett a pénzével. Azt mondják, nem kell aggódni, türelmet kértek a legutolsó levelükben. A saját végrehajtói díjakat majd még lecsípik, aztán majd utalják a többit valamikor a magánszámlájára. De amíg ez nem történik meg, addig Imre nem tud tovább lépni, hiába talált megfelelő albérletet, hiába lát olyat, ami jól is néz ki, olcsó is, oda is tudna költözni. Nincs pénze, hogy elhagyja a lakását, ahonnan már mennie kell. Vajon mi lehet a késlekedés oka? A. A végrehajtó azért nem siet, mert egyszerűen nem kell sietnie. A végrehajtási törvényben ugyanis nincsen határidő megfogalmazva arra vonatkozóan, hogy a végrehajtóknak mikor kell átutalniuk az árverésből befolyt összeget a korábbi adósnak. B. Válasz. Imre házát nem is igazi végrehajtó adta el, átverte egy csaló, aki bizonyára eltűnt a pénzzel. Utolsó feladvány. István levelet kapott egy végrehajtótól, miszerint egy évekkel ezelőtti elműtartozását nem fizette ki. A cég a követelését fizetési meghagyás útján kívánta érvényesíteni, azonban a levelet István nem tudta átvenni, sőt, az egész eljárásról évekig nem tudott semmit, mert a fizetési felszólítást a régi címére küldték. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett azóta, a tartozása Istvánnak az eredeti összegnek a többszörösére nőtt. Ráadásul István ebben a pillanatban szociális önkormányzati bérlakásban lakik, és egy ilyen eljárás miatt elveszítheti a lakhatását is. Vajon jogszerű egy ilyen helyzet megtörténhet? A. Igen, a törvények szerint sajnos sem a fizetési meghagyást kiadó közjegyzőnek, sem a végrehajtónak nem kell megvizsgálnia, hogy az adósnak valóban az-e a címe, ahol először keresték. B. Természetesen nem, hiszen azért az még Magyarországon sem fordulhat elő, hogy valaki életét teljesen tönkretegye egyetlen rossz helyre küldött levél. Mielőtt elárulom a megfejtéseket, szögezzük le, hogy mindegyik eset, amit most elmondtam, valódi. Az Utcajogász Egyesület ügyfeleivel valóban megtörténtek ezek mind, csak álneveket használtunk. És mindegyik esetben a helyes válasz az A volt. Tehát összefoglalva, Andreát kilakoltatják, Imrét bármeddig megvárakoztathatja a saját lakásának árával tartozó végrehajtó, István életét pedig tönkreteheti egyetlen régi címre küldött levél. Ugyanis így működik a végrehajtási törvény jelenleg Magyarországon, ami ezt az egész helyzetet szabályozná. Illetve szabályozza is, csak látjuk milyen eredménnyel. De vajon miért? Miközben az Orbán kormányok szinte az összes jelentősebb jogszabályt kicserélték 2010-től kezdődően, a végrehajtási jog valamiért egyszerűen érintetlenül maradt. A mai napig egy 1994-es törvény alapján történnek a végrehajtások. Mi lehet ennek az oka, hogy ez az elavult, felelőtlen, a példákból is láthatóan elhibázott és számos ember életét megnehezítő vagy akár konkrétan tönkretevő jogi szabályozást, na pont ezt
nem cserélték le. Ma ennek a kérdésnek fogunk utána járni, meghívott vendégeinkkel. Mielőtt elkezdődne az interjú, hadd mondjam el, hogy ha eddig még nem iratkoztál fel a csatornánkra, akkor ezt itt a videó alatt egy gombnyomással megteheted, és ha tetszik a tartalom, akkor amennyiben lehetőséged van erre, támogass minket a Patreon oldalunkon keresztül, hogy még több műsort tudjunk készíteni. Én Domsic Mátyás vagyok, az interjúval folytatjuk. Már itt is van velünk Bognár Eszter, az Utca Jogász Egyesület jogásza, és Dohos Éva, a szervezetnek az ügyfele. Sziasztok, üdv a műsorban! Sziasztok! Sziasztok! Az első kérdésem, Eszter, hozzád szólna, hogy el tudnád-e mondani röviden, hogy pontosan mit szabályoz a végrehajtási törvény, és miről szól az egész végrehajtási jogi szabályozás? Hát ez az ominózus 1994. évi 53. törvény, amiről szó van. Ez szabályozza a bírósági végrehajtást, és miről is szól ez? Ugye van egy, akár egy bírósági, vagy más törvény meghatározott szervnek a határozata, vagy egy szintén jogszabályban meghatározott okirat, ami valakit akár pénztartozás megfizetésére kötelez, vagy bármilyen más magatartás tanúsítására, akkor a jogosult, amennyiben a kötelezett nem teljesíti önként ezt a kötelezettséget, akkor a jogosult akár állami kényszerrel is kikényszerítheti a teljesítést. És gyakorlatilag ez a folyamat, ez a bírósági végrehajtás folyamata, és aki pedig ezt végzi, az pedig a végrehajtó. És nagyon röviden. Éva, el tudnád mondani a saját tapasztalataidat, hogy te hogyan, mikor kerültél kapcsolatba, akár az Utca Jogász Egyesülettel, akár a mikor történt veled a végrehajtás? Hát én ellenem 2017-ben indult végrehajtás, de azért amikor az ember ellen ezzel indul, és vannak olyan érzései, hogy hát idézőjelben mondom, hogy jogtalan, mert azért mondom, hogy egy ilyen deviza alapú förmendvénybe estem bele, de tudomásul vettem, elindultam, és kapaszkodtam, amíg lehetett, neki mentem a végrehajtásnak, képviselővel természetesen, sőt, még egész korán 2011-ben először a bank ellen indítottam pert, nem egymagam, egy ügyvéd segítségével, majd az pervesztességgel zárult, és majd elindult a végrehajtás 2017-ben, ott is próbáltuk ütni a vasat, tehát ez nem egyedül szakam. Bocsánat, a pervesztesség az azt jelenti, hogy elbuktad a pert, és még neked kell kifizetni a költséget. Tehát igen, de az még nem a végrehajtás volt, hanem én indítottam a bankkal szemben pert, azt buktam el, az úgy hosszú időn keresztül elhúzódott, nem volt egy könnyű eset, mert azért illetékmentességet nem kaptam, tehát mindegy, nem is ez a lényeg, és 2017-ben elindult a végrehajtás, ott is azért ellenkérelmet nyújtottunk be, pontosan így nem tudom azért a szakszavakat, de elindultam. A végén elvesztettem a pert itt is, tudomásul is vettem, nem volt gond, hanem az volt a probléma, hogy maga, akik képviselt, nem igen tisztes tájékoztatást adtak arról, amiről, és nem tudtam hol tovább lépni, hogy mi mivel jár. Tehát hiába voltam egy pervesztes, nem tudtam a többi folyamatot. És akkor elmentem az Utcajogász Egyesülethez, tehát elindult a per, az ingatlant értékesítették is már, és megkaptam ezekről a dokumentumot, és azt nem tudtam, hogy mi a további lépés, és akkor elmentem az Utcajogász Egyesülethez. Szerintem ez egy ilyen tél volt, nem tavaly, talán tavaly előtt decemberében, hogy mi a további lépés, mert hogy nem tudtam honnan információt szerezni. Ott többször is voltam kint, ezek a fiatalok, tehát több mindenkinél voltam, és elmondták, hogy tulajdonképpen nekem az ingatlan értékesítésből az volt a szerencsém, hogy nekem maradvány pénzösszegem állt fönn,
és ezzel kapcsolatban nem tudtam, hogy hogy megy tovább, hogy ezt az összeget az ember megkapja, vagy hogy történik a dolog, és ekkor kerültem, mondom, úgy emlékszem, hogy tavaly előtt decemberben az utcajogászokhoz, a Blahaluza téren, és ott mondták, hogy mindenféleképp a végrehajtónak erről elszámolást kell, hogy adjon felém, és üssem a vasat. És ez így is történt, ütöttem a vasat, és fel is hívtam a végrehajtó irodát, ugye, mert tavaly már nem lehetett személyesen ügyintézni. Április elején, vagyis amikor már megkaptam azt az okmányt, hogy az ingatlant már az új tulajdonos ki is egyenlítette, akkor ugye onnan egyértelműen láttam, hogy maradvány pénzösszeg áll fönn, de mivel nem voltam azzal tisztában, hogy ugye ennek az elektronikus végrehajtásnak milyen költségei vannak, pontos összeget azért én se tudtam. És akkor mentem továbbra is azért, hogy hogy lépjek, mint lépjek, és akkor felvettem, ők biztattak, bocsánat, hogy ez vegyek. Azt jelenti, hogy itt már tudtál arról, hogy elárverezték az ingatlanodat, és abban az ingatlanban laktál? Abban az ingatlanban laktam és még. És senki nem szólt neked semmiről, hogy mi a következő teendő? Nem, nem. És amikor én ezt megtudtam, ez március vége volt, akkor kaptam egy jegyzőkönyvet, amiben az ingatlan értékesítése vonatkozó kiegyenlítés, vagy még akkor, de azt hiszem már kiegyenlítés is megtörtént, tehát meg volt az ingatlan érték határozva, hogy mennyiért kelt el az ingatlan. Ez olyan március végén volt, és április elején felhívtam a végrehajtó irodát, ott megkérdeztem, hogy lehet-e személyesen ügyintézni, ott azt mondták, hogy nem lehet, most ugye a járványhelyzet alakulása véget. Akkor megkérdeztem távbeszélőn, egy hölgy vette fel a telefont, hozzáfűzöm, nem mutatkozott be, elmondtam, hogy ki vagyok, mi történt, elkelt az ingatlan, ki van fizetve az ingatlan, és nekem maradvány összegem áll fönn, hogy szeretnék tovább lépni, és hogy minél előbb szeretném akkor ezt rendezni, mert már annyira az a sok negatívum húzta magával az életemet, a stresszt, hogy minél előbb szerettem volna szabadulni, majd azt mondták itt a végrehajtó irodában, megkérdezték, hogy kaptam-e felosztási tervet, és mondtam, hogy nála ugyan nem, és nem tudom mi az. Annyit mondott az a hölgy, legyek türelemmel, az még egy 2-3 hónap, és várjam ezt a felosztási tervet. Közben én nézegettem az ingatlanokat körülbelül egy érték határig, nyilván nem Budapesten, mivel hogy annyi pénzem nem maradt, és már közel volt a nyugdíjazásom is, és vidéken. És nagyon szépen tudtam jegyzetelni, elég jó áron voltak ingatlanok, és általában azokat néztem, ami szinte azonnal költözhető, tehát hogy ki volt ürítve. Mert eltelt a 2 hónap, megint felhívtam a végrehajtó irodát, hogy a felosztási tervet nem kaptam meg, és hogy önök 2 hónappal ezelőtt ugyanaz a hölgy vette föl, ugyanaz a hang, ugyanúgy nem lett bemutatkozva, de itt már beazonosította az adataimat, tehát bement a nyilvántartásába, és majd közölte, hogy ez a felosztási terv a mai napig még nincs kész, és tudja mit? Hát kérje ezt írásban. Hát fogtam magam azon a napon, ez tudom, hogy 6-17-én volt, le is írtam, és azonnal kértem írásba ezt a felosztási tervet. Hát nagy pofára esésemre, néha, bocsánat, de bele fogok lapozni egy-két dokumentumba. Kértem ezt a felosztási tervet, leírtam az előzményeket, majd egy olyan választ kaptam a végrehajtótól, 6-23-án, tavalyi év volt, 2020, bocsánat, 6-20, igen, az tavalyi év, hogy hivatkozva a 6-17-én kelt levelére tájékoztatom, hogy felosztási terv elkészítésére nem kerül sor, és nem is kell, hogy sor kerüljön, mivel az ügyben a végrehajtást kérő teljes követelése megtérült az ingatlan árverésből. Az eljárás a kilakoltatás miatt nem került még befejezésre, az önnek jár össze kiutalásáról csak a kilakoltatási eljárás lefolytatása után fog sor kerülni. Amennyiben önként átadná az ingatlan,
a kulcsokat irodámban leadná, akkor az önnek járó összeg kiutalásáról haladéktalanul intézkednék a megadott bankszámla számra. Kérem, hogy amennyiben az ingatlan önként átadná, arról mi hamarabb szíveskedjen irodámat értesíteni, valamint a bankszámla számát is szíveskedjen bejelenteni. Ellenkező esetben a kilakoltatás időpontjáról egy külön levélben fogom értesíteni önt. Tehát ezt kaptam, hogy ez a felosztási terv nekem nem is kell, hogy az életemben. Ez azt jelenti, hogy két hónapig kellett várnod valamire, majd két hónap múlva szóltak, hogy ez így minek. Na most ekkor Eszter, megkérdeztetem, hogy ez mennyire gyakori egy ilyen helyzet? Egy eseti dologról van szó, vagy ez általános? Ez egy egyedi eset, nekem nem volt semmi más még rajtásom, csak ez az egy. Nehogy másokkal kapcsolatban, más ügy. Aha, igen. Hát a sajnos egy viszonylag gyakori probléma, hogy a végrehajtókat a legtöbb cselekményekben nem köti határidő. Tehát amennyire ugye a végrehajtás alatt álló, vagy a kötelezett mindent határidőre köteles megcsinálni, egyébként mindenféle szankciók érik őt, a végrehajtó gyakran nem köti ilyen határidő. Tehát gyakorlatilag iszonyatosan hosszú ideig is elhúzódhat akár egy ilyen eljárás emiatt. Nagyjából mennyi lehet az, vagy mivel találkoztatok a gyakorlatban, ami így hosszabban elhúzódott? Hát az az igazság, hogy például pont egy ilyen, pont ez ennél a kifizetésnél, amiről most az Éva beszélt, ez amikor a felmondó összeget a végrehajtónak ki kell fizetnie, erre nincsen törvényi határideje a végrehajtónak. Hát ez gyakorlatilag attól függ, hogy a kötelezett mennyire agilis az eljárásban, tehát mennyire megy utána a pénzének, vagy mennyire hívja fel a végrehajtót arra, hogy ezt utalja át neki. Nyilván ez végrehajtótól is függ, nyilván végrehajtó leterheltségétől is függ. Úgyhogy ezek mi a leghosszabb idő, nem tudom most ezt fejből megmondani, bocsánat, hogy mi volt a leghosszabb idő, de hát ilyen hónapok az így bármikor. De ez azt jelenti, hogy akkor többletjogkörrel rendelkeznek az adóshoz képest a végrehajtók. A végrehajtók azok valamiféle ilyen állami szervezet, vagy ezek magáncégek minden esetben? A végrehajtók gyakorlatilag az igazságszolgáltatási rendszernek a része, ők a bíróságok mellett működnek, tehát kicsit olyan, mint hogyha ők így a bíróságnak így a keze lennének. A bíróság törvényességi felügyelete alatt működnek, tehát abszolút az állami szervrendszerben tartoznak bele, és nyilván a jogszabály keretei között kell működniük, csak ugye az a probléma, hogy ez a jogszabály, amelyek működnek, ez egy 94-es törvény, ezerszer módosított, de soha átfogóan végig nem gondolt jogszabály, és hát ennek ez az egyik oka annak, hogy ilyenek történnek, mint ami az Évával is történt, hogy ez egy olyan törvény, amit meg kéne reformálni. És mit gondoltok, hogy mi az oka, hogy ezt a törvényt pont nem írták át, hiszen annyira sok törvényt átírtak 2010 után, több ezer kilakoltatás van minden egyes évben. Tehát, hát ez valamiért egy perifériára szorult törvény, valamiért nem tárgya a közbeszédnek, nem tárgya a jogi szakmai vitáknak, tehát amennyire mondjuk a polgári perrendtartás újítását nagyon sok szakmai vita előzte meg, a végrehajtási törvényről valamiért nincsenek ilyen viták. Nem tudom, hogy ennek egyébként mi az oka, holott rengeteg embert érint, ugye. De akiket érint, azok szinte minden esetben alacsonyabb jövedelműek, nem? Mint mondjuk a polgári perek. Hát gyakran, nyilván, pláne azokkal, akik mi találkozunk, ők gyakran akár hajléktalan, vagy lakhatási szegénységben élő, vagy más egyébként szegényebb emberek. De hát sok más, de sok-sok mindenkit érint egyébként a végrehajtási törvény rajtuk kívül is, de mi nyilván az ő szempontjukból látjuk ezt a jogszabályt, vagy nézzük ezt a jogszabályt, illetve próbálunk meg most javaslatokat megfogalmazni, majd arra nézve, hogy hogyan lehetne javítani. Ezen. Még egy utolsó kérdésem van hozzád, Eszter, hogy,
hogy ez mit jelent, hogy milyen lépéseket tervez az Utca Jogász Egyesület a végrehajtási törvény megreformálásával kapcsolatban? Most kezdtünk el egy projektet. Az Utca Jogász ugye 10 éve működik, és napi szinten találkoztunk végrehajtási esetekkel, amiket eddig egyedi szinten kezeltünk, és most jutottunk el egyrészt kapacitásban is, másrészt szervezetileg is oda, hogy stratégiailag tudjuk vizsgálni ezeket az eseteket, illetve magát a jogszabályt. Úgyhogy a mostani projektben egyrészt vizsgáljuk a joghoz való hozzáférést, vagyis azt, hogy a végrehajtók által kiadott iratok mennyire közérthetőek, mennyire felelnek meg a jogszabályoknak. Gyakran egyébként nem csak laikusoknak, hanem jogászoknak is nehezen értelmezhető dokumentumokat bocsátanak ki a végrehajtók. Másrészt pedig a tipikus problémákat, ami a mi ügyfélkörünket különösen érinti. Ezeket a szabályozási problémákat azonosítjuk a végrehajtási törvényben, illetve készítünk javaslatokat arra nézve, hogy hogyan lehetne ezeken javítani, és őszre szeretnénk egy ilyen jelentést összerakni, amit aztán szeretnénk, amiről, hogyha elindulna egy közbeszéd, vagy egy szakmai vita, és ez alapján akár sor kerülne a törvény átfogó módosítására, vagy egy új végrehajtási törvény megalkotására. Köszönöm. Éva, te hol hallottál először az Utca Jogász Egyesületről? Azt már mondtad, hogy a Blahára mentél. Elég sokan vagyunk ilyen sorstársak, és az egyik sorstársam küldte el ezt nekem privát üzenetben, hogy van egy ilyen egyesület, és én így értesültem. Annak ellenére nem tudtam, mert annak idején voltam a Város Mindenkiével így demonstrálni, de akkor még ők azt hiszem abba a szervezetbe voltak, de még arról se tudtam különben, és akkor egy ismerősöm küldte el ezt az Utca Jogász Egyesület linkjét. Mikor megkaptam ezt a levelet a végrehajtótól, megint kiszaladtam a Blahaluzatérre, és nagyon gyakran mentem, és akkor ott az egyik utcajogász mondta, hogy na, ezt nem hagyjuk, és írt nekem egy kicsit hivatalosabb levelet, amiben behivatkozott egy kormányrendeletre, és erre föl én kaptam egy választ, és abban a válasz csak egy kormányrendeletre hivatkozott be az elszámolást illetően, és erre kaptam egy választ, tehát azért volt jó, hogy beolvastam az előző levelet, mert ő ugye azt írta végrehajtó, majd ha leadom ugye az ingatlant, akkor majd ugye lesz ennek foganatja. És utána, ez 7.23, tehát körülbelül azt hiszem egy hónappal később valahogy kaptam egy választ, mondom, egy kicsit hivatalosabb levelet, nagyon udvarias levelet írt, és utána kaptam a végrehajtótól egy 7.23. dátummal egy másik levelet, amiben arról tájékoztat, hogy az ingatlan árverés után fennmarató összegem ennyi, és ennyi forint kiutalásra került, és egy bankszámla számot nevezett meg. Na most, és mellékelte az erről szóló kiutalási bizonylatot, és ezen felül írta, hogy 200.000 forintot még visszatartott a kilakoltatás miatt, hiszen hogyha én önként nem fogom átadni ezt az ingatlant, ugye az a pénz az ott pihen. Na most megint szaladtam ugye az utcajogászokhoz, nekem nem volt bankszámlám, tehát hozzáfűzöm, majd ugye az utcajogászoktól mindjárt fel is hívtak, elmondták, hogy ez egy takarékbanki bankszámla, és menjek a takarékbankba. Én Kispesten laktam, tehát még mindig abban az ingatlanban, ami kialakultatás előtt álltam, és mivel a 18. kerület Üllői út főok volt a legközelebb, én elmentem és vittem az iratom, és kértem akkor, hogy ezt a pénzt nézzék meg nekem. Nekem nincs bankszámlám, de hát nézzék meg. Majd ott közölték, hogy ez egy nem létező bankszámla szám, tehát nem tud erre mit mondani, viszont az adataimat sem látja. Aztán eszembe jutott, hogy tényleg nekem volt egy régen, ez 2018. augusztus 30-án szüntettem meg, tehát 2018. 10-14-én a bank le is zárta ezt a el is számolt velem a bank,
volt egy ilyen bankszámlám, de ezt a postán keresztül nyitottam, és akkor ez így, ahogy eszembe jutott, mondta a bankban a hölgy, hogy akkor keresek meg egy olyan takarékbank fiókot, aki mint jogelőd még bele tud nézni az én adataimba. Akkor elkerültem Cseperre a Kossuth Lajos utcába, elmentem a takarékbank fiókba, ott is előadtam ezt, és hát kerestem a pénzemet. És hát ott elmondtam, ott is elmondták, itt is elmondták, ha arra a számlaszámra érkezett volna pénz, akkor ők azt abba a pillanatban visszautalják. És mondtam, hogy nem lehetne, hogy erről kapjak egy papírt, mert közben erre való tekintettel az Utcajogász Egyesülettől egy végrehajtás felfüggesztését szerettük volna kérni 6 hónapra, ugye, mert hogy az a pénz az úgy lógott a levegőbe. Tehát el kell mondjam, ja, hogy és ez a pénz, ez 3. hó 9-én a végrehajtó által át lett utalva arra a számlaszámra. Tehát, hogyha én 4. hó elején beszéltem a végrehajtóval, sőt 6. hó 17-én is, úgy gondolom, hát belenéztek a számítógépes nyilvántartásba, tehát ezt nekik látni kellett volna, de erről még akkor sem értesültem. Tehát nem értesítettek erről, holott volt egy lógó pénz, ami sem a banktól sem kaptam értesítést. És akkor beadtuk a bírósághoz a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet, de mivel hogy a bank nem adott ki erről igazolást, azt nem tudtuk csatolni, és tulajdonképpen beadtam helyben egy gyors kézzel összeírt kérelmet, majd arra annyi választ kaptam a banktól, hogy erre a számlaszámra nem történt átutalás. Tehát, és utána már a maga a bíróság az nem függesztette fel a végrehajtást, hanem írat, hogy mondják ezt, pótlást, igen, hiánypótlást, és ez a jövedelemre vonatkozó hiánypótlás volt, hogy adjam be a jövedelmi viszonyaimat és a kiadásaimat. Én már tekintettel arra, hogy le is voltam csomagolva, tehát én elmondom, hogy készültem erre az egészre, le is voltam csomagolva, tehát dobozolva, nem is tudtam volna mit elővenni, és már akkor én egy kicsit nagyon pipa voltam, mert úgy gondolom, hogy nem pénztárca kotorászásról kellett volna, hogy szóljon ez az egész dolog, hanem hogy a bíróság vizsgálja azt, hogy ez miért kérte. Akkor utasítson el, tehát nem pótoltam ezt el is mondtam akkor az Utcajogász Egyesületnél, aki engem segített, hogy nem fogom ezt megtenni, és kimondottan bosszantott, tehát, hogy nem vizsgálták a kérelemben foglaltakat. És engem még az is zavart, hogy úgy gondoltam én, hogy nem csak addig kell a végrehajtás foganatosítani, míg behajtásról van szó, hanem akkor is, mikor a végrehajtott személy felé kötelezettség áll fenn. Tehát ezért nagyon pipa voltam. Akkor elmentünk még az Utcajogász Egyesülettől, még kaptam segítséget, hogy menjünk el iratbetekintésre. Hát elmentünk, jó volt, amikor a végrehajtóiroda zárva volt, majd elmentünk iratbetekintésre. Azt hiszem augusztus 27-én volt tavaly, és hozzáfűzöm, hogy az iratbetekintés meghiúsult. Ahogy beléptünk a végrehajtóirodába, bemutatkoztunk, meg volt a meghatalmazás az Utcajogász Egyesület képviselőjének, hát nem találták a dokumentumaimat. Hát elég szépen ott várattak, gondolták, majd szépen felállunk, de mi nagyon türelmesen vártunk, majd egyszer csak meg lett az a dokumentum. Voltak a végrehajtónak megjegyzései a kollégái felé, ami nekem nem igazán tetszett, de ezt most nem fogom ecsetelni. Majd a számítógépbe mutogatott a végrehajtó, ugráltuk jobbra-balra, hogy mi történt, és akkor az Utcajogász Egyesület képviselője mondta, hogy de mi az okmányban mutatta a dossziét, és mi az okmányokban szeretnénk betekinteni. Majd azt mondta a végrehajtó, hogy higgyük el, hogy ugyanaz van az okmányokban, ami a számítógépben. Tehát az okmánybetekintés meghiúsult, nem engedtek betekinteni, majd az iratbetekintéskor kaptunk okmányokat, amiben a végrehajtó egy ilyen 3-4 oldalba azt igazolta, hogy tulajdonképpen
ő a pénzt augusztus elején, most nem tudok pontosan, de ez azt hiszem talán 5-én tudta visszahívni a banktól, és az én számlámra, én már akkor vittem a számlaszámomat, nyitottam egy bankszámlát, és arra augusztus 7-én került ez a pénz. Nekem az volt vagyis én azt szerettem volna látni, hogy tulajdonképpen, hogy egy elektronikus átutalásnak is van nyoma, és valahogy az úgy, nem tudom, nem lehetett, nem akarták, nem tudom. Tehát én nekem még most is van olyan kétségem, hát mindegy, én nem látok bele az okmányokba, nem is nézhettünk bele. Most ott tartunk, hogy a bankot is felkereste nekem az utcajogász egyesület, és a bank bevállalta, hogy nála állt a pénz tulajdonképpen. De így erre vonatkozóan, hogy az az átutalás megtörtént, mert ami bizonylatot kiállít a végrehajtó, ez egy azt hiszem, nem tudom pontosan mi a neve, kiutalási bizonylatot, azt mondták a bankba, hogy ez az átutalás tényét még nem bizonyítja, de mondom, én ezt kaptam, hogy erre a számlaszámra nem érkezett pénz, most meg a bank valamelyik, nem is tudom milyen végrehajtási osztálya. Ez azt jelenti, hogy elárvázték a lakásodat, tartoztak neked pénzzel, nem mondták el, hogy hol ez a pénz, rossz helyre utalták, aztán nem magyaráztak meg, hogy pontosan ez hogy történt, és hónapokon keresztül háromszor is be kellett vonnod az utcajogász egyesület önkéntes jogászait, hogy egyszerűen kiderüljön, hogy hol van a pénz, ami a te pénzed, a te saját pénzed. Igen. Hogy el tudj költözni. Igen. De hát mindegy, hát mondom, fel nem függesztették, megtört, és akkor tulajdonképpen én már mondom, áprilisban szépen meg tudtam volna szabadulni az ingatlantól, ha konkrét felvilágosítást adnak, és még az nem konkrét számomra, ami ilyen magas, hogy tulajdonképpen itt tényleg, amikor az embereknek már akinek hozzáfülön, mert nem mindenkinek marad maradványösszege, hogy ezt át kell, hogy adják, letétbe helyezik, vagy mi az ilyenkor a teendő, mert ugye még erre még én se tudtam konkrétan választ kapni, mert ugye egyszer így írja, egyszer érdekes mód utána ráutalták a számlámra a pénzt, és használhattam volna, én utána már szaladgáltam, csak hogy ez nekem még mindig nem világos, és szerintem ez sok mindenkit fog még érinteni. Abban biztos vagyok. Tehát azt érzem, hogy a végrehajtó sem tájékoztatott korrektül, mert ha már áprilisban rögtön jelzi, abban a pillanatban tudtam volna mondani, hogy ne haragudjon, de nekem nincs bankszámla számlám. Ehhez még annyi megjegyzést tennék, amikor ugye az ember ellen elindul a végrehajtás, ugye történnek a letiltások. És legalábbis ez az én tapasztalatom ebbe a körbe, hogy amikor elindítják a munkabérletiltást, az nem rögtön munkabérletiltással kezdődik, hanem ha valakinek van bankszámlaszáma, azonnal inkasszálják. Most elmondom, nálam ezt nem tudták végrehajtani az inkasszót, mert nem volt bankszámlaszámom, hanem én munkabérletiltást kaptam. Tehát azért is magas nekem, hogy van akkor, hogy és a munkabérletiltásom 2019 júniusában indult a munkabérletiltásom, és maga a végrehajtó a nem létező számla számra át tudott utalni 2020. március 9-én. Ennyit úgy röviden nagyjából. És Eszter, ez azt jelenti, hogy ezt igazából, tehát nem is lehet nincs egyszerűen szankcionálva ez a mondjuk egy ilyen helyzet. Tehát, hogy a végrehajtóról nem mondhatjuk egy ilyen helyzetben azt, hogy mulasztás történt. Aha, hát az Éva esetében egyébként nem látok egyértelmű rossz hiszeműséget a végrehajtó esetében őszintén. Szóval, mert végül, ahogy az Éva is mondta, az derült ki, hogy valószínűleg tényleg a banknál parkolt ez a pénz hónapokon keresztül, akik nem jelezték, hogy hozzájuk beérkezett egy nem létező bankszámlára egy ilyen összeg. De egyébként hogy ne, tehát van jogorvoslata a végrehajtói cselekmények ellen, sőt van ugye a végrehajtók szervezete, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, ahol egyébként panasszal lehet fordulni a végrehajtók, vagy panasszal lehet élni a végrehajtói cselekmények ellen, vagy egyes végrehajtók ellen. De
De hát továbbra is azt gondolom, hogy egyszerűen a jogszabályokat kell jogszabályokon kellene javítani, az, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, tehát egy sokkal általánosabb tájékoztatási kötelezettséget róni a végrehajtókra, mert itt tényleg nagyon gyakran előfordul az, hogy a kötelezettnek egyszerűen fogalma sincs, hogy őt milyen jogok illetik meg, vagy hogy ő milyen jogorvoslatokkal élhet. Úgyhogy ez lenne a megoldás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Még pár dolgot el kell mondanom az Utcajogász Egyesületről. Most már nyilván a nézőink számára is kiderült, hogy mivel foglalkoznak az önkénteseik. Ha jól tudom, adó 1%-ot is gyűjtöttök most. Igen. A videó alatti leírásba betesszük ennek a linkjét, hogyha a nézőink kedvet kapnának, akkor tudnak adományozni nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer. A nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet. Van egy feliratkozás gombunk, mindenképp iratkozz fel a csatornánkra, hogyha eddig még nem tetted meg, és ha esetleg lehetőségedben áll, akkor a Patreon oldalunkon tudsz minket támogatni, és akkor még több hasonló vagy jobb műsorokat is tudunk csinálni. Ennek a linkjét szintén megtaláljátok a videó alatti leírásban. Most már nagyon sok link van ott, én meg elköszönök. Domsics Mátyás voltam. Sziasztok!